Hercegkút, Bodrogolaszi, Tolcsva, Makkoshogyka, Hollóháza, Füzér, Mikóháza és Olaszliszka. Ezeken a településeken járt a hátsó füves futballmentő túra Zemplénben. Eljött azonban az idei rendezvénysorozat záró eseménye is. A Latabár Árpád Színházban megtartott zárógálával és a Kazinczy Ferenc Múzeum hátsó füves kiállításának megtekintésével indult az utolsó nap, majd a Pázsit utcai sátorajóhelyi sporttelepen folytatódott, ahol 20 perces mérkőzéseket játszott egymással négy csapat. Négy csapatos záró tornával fejeződött be a hátsó füves futballmentő túra. A négy csapat részvétele és egyáltalán ez a mezőny is illett a hátsó füves szellemiségéhez, amely mindig is a társadalmi összefogásnak a pártján állt, és a közösségszervezést tartotta az egyik legfontosabb értéknek. Itt a tornán részt vett a zempléni Főnix mellett a megszűnt falusi csapatoknak az All-Star válogatottja, tehát egy ilyen zempléni megye 3 fantom csapat, vagy nem tudom, hogy nevezzem. Részt vett a sátoraljaújhelyi börtönőröknek a csapata, ugye a sátoraljaújhelyi fegyház és börtön végig a hátsó füves futballmentő túra fontos társadalmi partnere volt, a különböző ajándéktárgyakat a fogvatartottak készítették a börtönben jóvátételi munka keretében, illetve részt vett a szatmárvidéki cigány válogatott. A vihar ugyan félbeszakította a döntő mérkőzést, azonban így is sikerült győztes hirdetni, hiszen a vihar közelettére eldöntötték, hogy ha lefújják a meccset, akkor az aktuális állás lesz a végeredmény. 1-0-ra vezetett a szatmárvidéki cigány válogatott, amikor elkezdett itt villámlani, a bíró azonnal lefújta a meccset, így hát a szatmárvidéki cigány válogatott nyerte a tornát. De azt hiszem, hogy itt az eredmény az másodlagos, a fontos az, hogy újra összejöttünk. Örülök neki, hogy népes közönség volt itt, és azt hiszem, hogy aki itt volt, élvezte az eseményeket, már csak azért is, mert nagyon különleges vendégek tisztelték meg a jelenlétükkel, sőt játékukkal sokan ezt az eseményt. Itt volt az MLS delegáció képviseletében Egervári Sándor, korábbi szövetségkapitány, a hátsó füves futballmentő túra védnöke, Gelle Imre, korábbi szövetségkapitány, Csank János, szintén volt szövetségkapitány, Temesvári Miklós, mesteredző, illetve pályára lépett az öregfiúk válogatott néhány tagja, Petri Zsolt, Racskó Mihály, Csábi József és Vukovics László. Hát az ő jelenlétük azt hiszem, hogy nagyon emelte ennek az eseménynek a fényét. A múzeum kiállítása továbbra is megtekinthető, és a vidéki futballmentő túrát is folytatni szeretnék majd a jövőben a szervezők. Tette hozzá Csillag Péter.